A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, 5 perc elteltével már 5-2-re vezetett a Nyírbátor. Ez a különbség állandósult, sőt nőtt is a folytatásban, volt, amikor 5 góllal is ellépett a házigazda. A félidő hajrája viszont a vendégeknek sikerült jobban, így 16-14-es állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. Fordulás után nem sokkal már az egyenlítésért támadhatott a tiszavasvári, de nem járt sikerrel, és a következő percekben ismét ellépett a Nyírbátor. A legnagyobb különbség a meccs végére alakult ki, végül 6 gólos győzelemmel kezdte a szezont Falcsik Miklós együttese. Kemény védekezést beszéltünk meg, abból próbáljuk meg minél gyorsabban ellentámadást indítani a rendezetlen védelem ellen, és hogyha felállt falállni támadásra kényszerülünk, akkor viszont egy türelmes játékot. Na most ez néhányszor nem nagyon sikerült, abban a pillanatban, hogy elkezdtünk kapkodni felállt falán, akkor mindig hiba csúszott a számításba. Igazából az első fél időben már volt egy jelentős 5 gólos különbség, akkor úgy gondoltam, hogy talán most meg vannak fogva a vasváriak, de itt a játékvezetők is 2 percekkel sújtottak bennünket, amit most az véleményes lehet, ilyen lehet, olyan, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy nem tudtunk tartani ezt az 5 gólos előnyt, de azért 2-3 gól mindig volt közt, talán egyszer apadt egy gólra, de azt hamar gyorsan elrendeztük egy fiúk. A vendégek edzője elismerte a Nyírbátor győzelmének jogosságát, de azért bosszus volt, hogy csapata rosszul reagált a hazaiak változtatásaira. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, a 20. percig szinte kapusvédés nélkül, tehát amit kapura lőttek labdát, az gól lett, és így már jelentős hátrányba kerültünk. Majd a kapuscsere egy picit földobta mind a védekezést, meg volt egy pár védés, volt egy pár indítás, ezáltal közelebb tudtunk jönni a hazai csapathoz. Aztán az első szünet picit még jobban összekapott bennünket, és így közelebb tudtunk zárkózni a félidőbe. A második félidőben szintén jobban kezdett a hazai csapat, bár egy időszak az elején egész jól összeállt a védekezésünk, úgy addig, körülbelül a 40. percig, amikor majdnem az egyenlítésre támadtunk, és az ajtóablak helyzetet hagytunk ki, és onnantól kezdődően összeroppantunk, felelőtlenül eldobáltuk a labdát, felelőtlenül próbáltuk keresni a beállójátékos, és nem azok az a támadás taktikai dolgokat végezték a fiúk, amiket szerettem volna tőlük kérni, főleg akkor, mikor a hazai csapat átment vegyes védekezésbe. A végül 7 gólig jutó Vasas György a mérkőzés hajrájában többször is bevette a tiszavasvári kapuját. Végig próbáltam hajtani, lehet, hogy az is benne van, nem nagyon vettek észre akkor még a csapattársak, vagy kellőképpen jobban figyelt még a vasvári is úgy a gyorsabb játékosokra. Aztán szerintem már fáradt a vasvári is, de mi tudtuk tartani a tempót, sőt mi diktáltuk, és így hát egyre többet kerültem helyzetbe, amit próbáltam értékesíteni. A forduló további eredményei a következők. Fehérgyalmat Balmazújváros 37-38, Kazincbalcika Hajdúböszörmény 25-30, Acélváros KK, Újfehértó Kálósemjén SSE 34-28, DVTK Deac 2 42-29 és Kisvárda Mezőkövesd 24-37. A második fordulóban a Nyírbátor a Deac 2-höz látogat, a Tiszavasvári pedig a Hajdúböszörményt fogadja.